Sziasztok, kedves lélekpiszkálók! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon, és hát bízom benne, hogy mindannyiótoknak jól telt, és meg tudtátok lovagolni ezt a nagy energialöketet, ami itt 2022. második hó 22-én ért minket. Azonban tény és hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy azért ennek a napnak megvan a maga kettőssége, hiszen nem véletlen, hogy a kettes szám uralja, ami megmutatja nekünk, hogy igazából a világban nagyon sok minden úgy él harmóniában, hogy teljesen egymással ellentétes dolgok hozzák azt létre, azt a harmóniát. Gondoljunk például a párkapcsolatban. Ugye azt mondjuk, hogy a női és férfi energiák, a yin és yang milyen jól kiegészítik egymást. És hogy fontos, hogy tudjuk egyenrangúként méltányolni a különbözőt. Éppen emiatt, mivel a mai napon nagyon fontos és előtérbe helyeződik a párkapcsolat kérdésköre, tehát úgy általánosságban a kapcsolódásaink, a közösségben létezés, de azért ezen belül ott van erőteljesen a párkapcsolatunk is, a szeretetteljes kapcsolódás címszó alatt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy éppen ezért így a napzárásaként egy szívcsakra meditációval, egy szívcsakra megnyitó meditációval készülök nektek, ami Brenda Davis nyomán keletkezett, és a szeretetteljes partner kapcsolatért készült. Arra kérlek, hogy ha teheted, akkor minél inkább hangolódj most rá erre a meditációra. Ha épp van nálad egy teamécses ott a környezetedben, akkor gyújtsd meg. Igyál egy kevés vízet. És gondoskodj arról, hogy kényelembe helyezd magad az elkövetkezendő, hát körülbelül negyed órára. Kitárom a szívemet lelkitársam előtt, akihez szeretetteljes elkötelezettség fűz, melynek célja mindkettőnk legjavát szolgálni. Szívem határtalan szeretetet sugároz, és örömmel fogadja be társam szeretetét. És most helyezkedj el kényelmesen, és hunyd le a szemedet. Arra kérlek, hogy fókuszálj a lélegzetedre, a légzésedre. Amikor belélegzel, képzelj el szikrázó, sugárzó, sárga fényt. Lélegezd be a békességet, az egészséget, a harmóniát. Belégzéskor összpontosíts erre a fényre és erre az éltető energiára. Ahogyan magadba lélegzed ezt a fényt,
ezt az éltető, sugárzó békét. Képzeld el, ahogyan átjárja egész testedet. Átmossa minden sejtedet. És engedd, hogy aztán a kilégzéseddel minden negatív dolog egyszerűen csak kifoljon a talpadon keresztül a testedből. Hagyd, hogy egész lényed megteljen fénnyel. Engedd magad nyugodt és derűs állapotba sodródni, ahol békesség árad beléd, és békesség áramlik körülötted. Lásd, hogy fehér fény ereszkedik köréd, mely oltalmaz, magában tart, és táplál téged. Lélegezd be a fényt. Tisztít, gyógyít, harmóniába hoz. Most pedig fókuszálj a szívedre, és engedd, hogy forgó zöld fénykereke finoman megnyíljon. Pillantsd meg benne a szeretet rózsaszín fénysugarát, s hagyd, hogy szétáradjon egész testedben. Hogy táplálja, gyógyítsa egész lényedet. Most engedd, hogy egy sugara eléd vetüljön, és jelenítsd meg ott társadat. Ha még nem találkoztál össze azzal az emberrel, aki majd a partnered lesz, vizualizálj egy emberi lényt, aki majd a tiéd lesz. Engedd, hogy a gyógyító fény mindkettőtöket körülöleljen. Hagyd, hogy a szívedből kiáradó szeretet elérje a partnered szívét. Gyengétséggel és szabadon üdvözöld. És kíván neki az elérhető legnagyobb jót. Légy tudatában, hogy ez a szívcsakrádból sugárzó s koronacsakrád energiájával átszőtt szeretet az az erő, mely emberré tesz, miközben ezzel egyidejűleg felcsillantja isteni mi voltodat is.
lelked energiája, és Istenhez fűződő köteléked egyben. Képessé tesz arra, hogy feltétel nélkül megbocsáss, és hogy milyen bensőséges, szóba nem önthetően szép kapcsolatot alakíts ki kedveseddel. Tudasd vele, hogy a lehető legnagyobb boldogságot és legteljesebb egészséget, a lehető legnagyobb örömöt és békességet kívánod neki. Mondd el neki, hogy olyan szeretetre vágysz, mely mindkettőtöket gazdagít, és segít kiteljesíteni lényeteket. Hogy odaadó egység létezhet közöttetek. Fizikai egyesül a fizikaival, érzelmek az érzelmekkel, elme az elmével, lélek a lélekkel. És hogy a közöttetek kivirágzott szeretet, spirituális élmény, mely át fog formálni mindkettőtöket. Ameddig jól esik, tartsd kedvesedet a fényben és a szeretetben. Ám gyöngéden és könnyeden tartsd, ne pedig markolva, szorongatva. Ne feledd, hogy minél könnyedebben ölelünk, annál több ember akar velünk maradni. Hallgasd meg, ha valamilyen üzenet érkezik hozzád. És hagyd, hogy az új belső meglátások egyszerűen belecsöppenjenek az elmédbe. Amikor úgy érzed, hogy hamarosan itt lesz az ideje visszatérni, engedd, hogy kedvesed képe lágyan elhalványuljon lelki szemeid előtt. A szeretet sugarat pedig vond vissza a szívedbe. Érezd magad teljesnek és egésznek partnered nélkül is. Így a köztetek lévő szeretet független és eleven maradhat. Lélegezd be a fényt, melyben ülsz, és tudd, hogy továbbra is oltalom alatt maradsz. Végy néhány egészen mély levegőt. Ha készen állsz, kezd el tudatosítani magadban a légzésedet és a fizikai jelenlétedet.
Mozgasd meg ujjaidat, vállaidat, és lassan nyisd ki a szemed. Tudatosítsd magadban, hogy most már itt vagy a jelenben, és próbáld meg a meditációban tapasztaltakat, a meditációban felszabadult érzéseket elhozni ide, a földi valóságba. Próbáld meg minél inkább magadba zárni az érzést. Gondolj arra, hogy milyen képeket láttál magad előtt, és hogy azok milyen érzéseket keltettek benned. Én bízom benne, hogy tudtam nektek segíteni abban, hogy méltóképpen lezáruljon ez a mai különleges nap. Akinek nem olyan jól alakultak a dolgai mostanában, annak jó hír, hogy ez az intenzív, energiákkal teli időszak most ezzel a mai nappal lezárul. Tehát egy kis szusztanás, egy kis megkönnyebbülés jön most már. Kívánom, hogy a lehető legjobban, a lehető legnagyobb boldogság elérése érdekében hasznosítsátok ezeket a ma felszabaduló energiákat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, nem csak most, hanem így a nap folyamán is, aki követte a posztjaimat. Örülök, hogy kapcsolódhattunk, hiszen ez a mai nap erről szólt. További szép estét nektek, sziasztok!